Úgyhogy kezdődik az EA Sports FC 25 Ultimate Team Deep Dive. Nézzük, hogy mi történik. Ultimate Team in 25 is social. Build your ultimate five-a-side and play with friends, leveled up by FC IQ tactical presets and player role boost, and loads more updates from community requests. No. Aslan, Evolution. My guy, take it away. Thanks, Philly. Ultimate Team this year is taking a new shape, as well as building on familiar features you've come to love. Our biggest update to Ultimate Team is the addition of 5v5 matches called Rush. Rush is a brand new five-a-side experience that will give you a new way to build and play with others. Whether you're by yourself or with friends, matches are always played with 4 people and an AI goalkeeper in each team. Bring in a player from your club and you'll control them for the entire match. And together, the players you pick will complete team bonuses, earning everyone Rush points. A new way to get rewards in Ultimate Team each week. New Rush events will be released throughout the season that will allow you to use different players from your club and ezért lesz különböző requirement, hogy miket lehet használni. To the intensity of rivals and champs. FC IQ is completely overhauling tactics in Ultimate Team. Ja, meg itt is ugye megváltozik a taktika. Manager items will now feature tactical presets that make it easier than ever to emulate your favorite manager's tactical setup based on their real life style of play. And with the addition of player roles, there's more opportunity to customize your players, unlocking new levels of tactical depth and work rates have been replaced by roles, and special items released throughout the year can have boosted roles in different positions. In FC 25, EVOs will be less restrictive, allowing you to use your favorite players more often. Tired of all your EVOs being green? This year, you can add backgrounds, borders, animations, and even sound effects to your players. Sound effects. And we heard your feedback. We're excited to finally introduce a storage system for untradeable player duplicates that can be accessed from squad building challenges. We're also removing contracts. Nincsen kontraktok se, ugyebár. Menedzsereknek meg játékosoknak sem. We've made improvements to rivals as well. No. Weekly rewards will now be based on a new point system, so even if you draw, you'll still progress. And relegation is back. We're decreasing the total number of checkpoints and allowing players to relegate to the highest divisions. Live friendlies will no longer use your rival's rank for matchmaking, and instead use form, ensuring that players will always want to compete at the highest level. Amilyen formában van friendlybe, olyan ellenfeleget fogsz kapni a rivals. We've got an all-new Ultimate Team Stadium for you to personalize, with new broadcast elements that reflect your squad choices and highlight the most dangerous players on the pitch. We're excited about all these updates between Rush, FC IQ, cosmetic EVOs, and some long-awaited community updates. Ultimate Team is jam-packed in FC 25. We'll see you on the pitch. Oh, you absolutely will. This sounds unbelievable. Can't wait to get started. Welcome back to the world's game. What will you do for the club? Okay. Szóval, akkor megkaptuk itt a animációszerű valamit. Vannak nyilván ugye mindenhonnan ugye ilyen dolgok, amiket már lehet, hogy tudtunk, akár leakekből, akár akármiből. De amúgy jó, teljesen jó. Itt van ez itt nem tudom, hogy itt mit és hogy fog történni amúgy. Fogalmam sincs, hogy itt hogy fog működni ez a animáció. Nem kell most hang, köszi. Hogy itt ez most, ez itt... Hogy fog működni ez, azt nem tudom. Meg ugye Rush nyilván az úgy fog működni, hogy ugye mindig 3 darab online más valakivel fogsz te játszani, meg egy AI kapussal, meg ugye nyilván barátaiddal is tudsz játszani. Nyilvánvalóan, meg itt nem tudom, hogy ez hogy működik, meg hogy itt mi a dolog, de ugye itt mindig vannak ilyen kritériumok itt is majd a Rush-ba valószínűleg. Itt is fogod tudni csinálni az objektívet egy játékossal, akkor itt is fogod tudni az evolúciódat csinálni. Meg azt mondták, itt, hogy coin mellett Rush pontot is fogsz kapni, amiből a Rushba is lesz egy külön reward rendszer. Tehát akkor most ezek szerint akkor lesz most már, tudsz szerezni packeket draftból, tudsz szerezni packeket Rivals rewardból, Squad Battles rewardból, Food Champs rewardból, meg Rush rewardból is. Ezek szerint? Érdekes, érdekes, érdekes. Meg ami még ugye itt van, hogy mindig lesznek ilyen eventek, most ez itt nem tudom, hogy mi történik, de ugye maximum 74-es játékos kell hozzá, hogy meg tud csinálni. Silver itemmel, limited time event, barátaiddal, mit tudom én, dolgok. Meg mi volt még itt? Ugye a taktika meg a menedzserek ugye itt is megváltozik, és azt figyelt, hogy Postecoglou meg Pep Guardiola, most ez nem tudom, hogy hogy fog működni az, hogy ha van egy menedzsered, akkor azt a taktikát, meg azt a felállást, azt valószínűleg hogy tudni fogod változtatni. De alapból, ha Pep Guardiolád van menedzsernek, akkor az alap beállításai annak a csapatnak 4-2-3-1, 4-2-1-3, meg build-up style, short passing, defensive approach high, meg ilyenféle beállítások lesznek így alapból. Gondolom, hogy ezt meg lehet változtatni majd. De ugye itt is még ugyanúgy majd meg lehet itt változtatni a dolgokat. Itt pedig ugye írták, vagy mondták azt, hogy ugye nem lesz ilyen high medium work rate-je az embereknek, hanem ugye rolljuk lesz. Most ez így hirtelen fogalmam sincs, hogy hogy működik, de ezekbe a... Húha! Gondolom, hogy ez a right... Most Phil Fodennek, mit tudom én, ez a Team of the Week lapja. Nyilván ez az alapstatja még a EAFC 24-be. De akkor gondolom, hogy ő neki van right mid pozíció, some pozíció, right wing pozíció, meg left mid, left wing pozíciója. És hogyha oda rakod ezeket a lapokat, mivel az az alternatív pozíciójuk, akkor másfajta rolljuk lesz. Tehát, hogyha te camba használod egy lapot, az teljesen másképp fog viselkedni, mint hogyha te right midbe raknád például. Az mondjuk elég érdekes. Itt van például ugye a James, meg ugye vannak ilyen pluszok, meg plusz-pluszok. Ezt még annyira nem értem, hogy hogy működik, majd nyilván az új játékkal meg fogjuk érteni. Meg itt az evolúciónál azt mondták, hogy kevesebb ilyen kritérium lesz elméletileg, hogy a kedvenc játékosodat többet tud használni egész évben. Bár mondjuk szerintem ez egy olyan dolog, ami nem fog megvalósulni egyáltalán, vagy nem tudom, hogy hogy fog megvalósulni, mert te nem fogod tudni belerakni ugyanazt a játékos minden evolúcióba. Hogy ez most hogy fog működni, vagy ezt hogy gondolja az EA, hogy én többet tudom használni a kedvenc játékosomat, mert kevesebb lesz a kritérium. Nem fogom tudni belerakni a... Mondjuk van a játéknak az első 2 hónapja, az első 2 hónapban fog jönni, mit tudom én, 8 darab evolúció. A 8 darab evolúcióban nem fogom tudni belerakni mind a 8-ba ugyanazt a játékost. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy fog megvalósulni. De... Ugye szerintem a játék elejétől is meg lehet csinálni minimum 2 evolúciót egyszerre, vagy többet. Mert azt még itt nem mondták, de lehet, hogy már mondták, vagy írták ott a Deep Dive-ba, amit mindjárt megnézünk. De meg tudod változtatni, srácok, meg tudjátok változtatni a hátterét, a külsejét, a hangját. Nem tudom, hogy az a sound design az hogy működik, vagy az, hogy mi lesz, vagy hogy miért van. Ha? Even sound effects to your players. Hogy ennek mi értelme van a sound effectjének a playereknek, azt nem tudom. Ugye lesz duplicate storage-unk, ami 100 darab lesz. Ugyebár 100 darab, itt nem látjátok, de itt van alattam, hogy 100 darab van a duplicate storage-ba. Amit el tudtok érni egy külön duplicate storage fülről is, meg az SBC-idben. Ha belemész az SBC-idbe, amit meg akar csinálni, ott is eléred a duplicate storage-odat. Ami egy fantasztikus dolog nyilvánvalóan, mert mondjuk nem kell majd, a marketet nem lehet elérni, amikor felrakod a marketre a játékosaidat, tudod, amikor felrakod, amikor felpöckölöd a játékosodat a packből, hogyha valaki duplicate és trade-ből. Azt például nem tudod elérni SBC-ből, ugye? De viszont ez így tök jó, hogy mivel untrade-ből-ök, ezeket a SBC-ből ugye el fogjátok tudni érni, hogy onnan beragd a duplicate storage-ból a játékosaidat az SBC-ben. Nyilvánvalóan ezt már ugye tudtuk, de ezeket is ugye a leakekből az EA most megerősíti. Kontraktok, menedzser kontraktok és player kontraktok nem lesznek. És ugye a Rivals Reward is úgy fog működni, hogy nem, mit tudom én, 4 vagy 8 vagy 7 vagy akármennyi wint kell most ugye megszerezni, hanem itt most jelenleg, ez lehet, hogy változni fog, nem tudom, 9 pontot kell megszerezni a weekly rewardért, meg ugye a reward upgradeért gondolom, hogy még többet majd, meg ez is valószínűleg, hogy ez nem az, ami benne lesz a játékban, hanem majd ez még a játék megjelenésig változni fog, de ugye azt lehet tudni, hogy azt hiszem, hogy a kikapásért 0 pontot kapsz, a döntetlen is megéri döntetlent játszani, mert 1 pontot kapsz érte, azt hiszem, hogy a nyerésért azért vagy 3-at vagy 4-et, hogyha jól tudom. De gondolom, hogy 3-at amúgy. Úgyhogy döntetlen is jó, hogyha döntetlen játszasz, mert jelenleg nem kapsz semmit azért, hogyha döntetlen játszasz. Meg ugyebár azt még ugye lehet tudni, hogy viszontlátás. Azt még lehet tudni ugyebár, hogy visszatudod magadat ugye divisionökbe esni, és visszafele tudsz ugye menni. Visszafele tudsz menni divisionökbe. Ami még nagyon fontos, de ezt is úgy nagyjából tudtuk jelenleg is, hogy a friendly játékmódok ugye egyenlőre a Rivals alapján működnek. Ugye a Rivals-ben, hogy melyik divízióba vagy, úgy jöttek az ellenfelek, most pedig ugye a Rivals formád alapján, hogy mennyit nyersz, mennyit kikapsz, az alapján fogod kapni az ellenfeleket. Oké. Van még itt valami, amit így... új stadion, az nyilván annyira nem érdekel minket. Esetleg van-e valami deep dive leírás, valami gameplay a lényeg. Nem feltétlenül a gameplay rossz, én szerintem, hanem nem a gameplay rossz én szerintem, hanem a szerverek leginkább. Mert a gameplay igazából nem lesz jó gameplay soha. Szerintem nem a gameplay-jel van feltétlenül probléma, hanem a szerverekkel, mert amikor jók a szerverek, akkor passzolni is lehet a játékba. Amikor úgy dönt a játék, hogy na most van valami delay nálad, vagy az ellenfelednél, akkor passzolni nem fogsz tudni, ha 99 passzolásod van se, akkor se. Mert a gameplay viszont nem lesz jó soha. Tudod, hogy miért nem lesz jó soha a gameplay? Miért szokott mindig jó lenni a játék elején? Azért, mert az emberek nem találnak ki ilyen metataktikákat, meg ilyeneket. Ezért jó a játék, egy hétig. Nem azért, mert utána az EA elront valamit, hanem azért, mert utána kitalálják az emberek, hogy ez a legjobb taktika, ezt kell használni, azt kell használni, és akkor egy hét után mindenki végigfut a pályán, lepasszolja, akármi. Úgyhogy szerintem amúgy... Nyilván én is tegnap például rage-eltem a játékon, meg mindig is rage-elünk, te is, én is, mindenki. Nem lesz jó a gameplay soha. Nem lesz jó a gameplay soha. Olyan gameplay nem lesz soha, hogy mindenki azt mondja, hogy hú, ez most fantasztikus. Olyan nem lesz soha. Olyan nem lesz soha. Rush pontból tudsz packeket venni? Tudod, mi lenne jó? Hogy Rush pontból tudnál evolúciókat csinálni. Bár mondjuk nem inném, de majd meglátjuk. Division Rivals tökéletes lesz amúgy. Ja, szerintem is ez így amúgy... Nyilván ezzel is lesz probléma. Mert ugye ilyen... Bár mondjuk nem feltétlenül. Na most arra gondoltam, hogy ilyen régebbi játékokban direkt lejjebb mentek a játékosok, hogy könnyebb legyen. De az ugye megint csak ilyen objektívek miatt volt, meg ilyenek miatt. De most pedig ugye tudod majd csinálni esetleg Rushba is a objektívedet, meg a Squad Battlesbe is, meg nyilván az embereknek jobb rewardért nyilván feljebb akarnak menni, majd nem lejjebb. Ugye nem tudom, most így hirtelen biztos, hogy lenne oka embereknek lejjebb menniük Divisionbe, nem pedig feljebb, de most jelenleg nem jut eszembe, hogy miért lenne ez. Nem fogod tudni azt változtatni a taktikát, csak ha ugyanabban állsz fel, mint például a Pep taktikája, akkor sokkal jobban dominál a csapat. Nem tudom, hogy még ez, hogy fog működni, nem tudom pontosan. Srácok, hogyha bannolunk valakit, akkor a legjobb, hogyha meg se kérdezitek, hogy mi történt. Szerver nem számít annyit, mint a gameplay szerintem, mert elég jó net és kész. Nem. Tök mindegy az, hogy neked milyen neted van. Mert ugye mondhatod azt például, hogy neked mit tudom én, van 12-es pinged, az ellenfelednek 46-os pingje van, már nem ugyanaz. Az lenne tökéletes gameplay, hogyha neked is 12 pinged lenne, meg az ellenfelednek is 12 pingje lenne. Mert akkor így már azt tudod mondani, hogy lehet, hogy neked tökéletes a játék, mert amúgy neked kevesebb pinged van, mint a másik embernek, de akkor már az ellenfelednek nem tökéletes a játék. Úgyhogy ezért mondom, hogy a gameplay, hogyha azt mondjátok, mit értetek jelenleg az alatt, srácok, amikor azt kérdezem tőletek, hogy nem jó a gameplay? Mi nem jó a gameplaybe? Az, hogy mindenki kitalálja a taktikát, meg hogy mindenki ugyanúgy játszik, hogy végigszalad a pályán, ezt csinálja, azt csinálja, meg kihasználja a metát, vagy az, hogy mit tudom én, nem tud oda passzolni máshoz, hogyha 99 passingja van az egyik játékosodnak, akkor se tud passzolni a játékos. Mit értetek az alatt, hogy nem jó a gameplay? Ebben az esetben. Mert annak, mondom még egyszer, hogy ha inkább az utóbbi, hogy valami nem úgy történik, ahogy te szeretnéd, annak valószínűleg, hogy inkább a szerver problémái vannak. És még egyszer, neked lehet, hogy jó az interneted, de lehet, hogy az ellenfelednek meg nem. Úgyhogy az nem... Benne van ez a gameplay dolog is, amit ti mondatok, de benne van az is, amivel valószínűleg, hogy az EA se tudna olyan sokat kezdeni, hogyha még akarna se. Mert most megnézel más játékokat, minden játékban van hiba. Meg mit tudom én, elmész cségózni vagy valorantozni, hogy egy kicsit több a pinged, mint a másiké, akkor már bukó az egész. Úgyhogy... Nem tudom, hogy a gameplayben mennyit tudnának változtatni, még hogyha akarnának se. Vagy akarnának is. De mindegy, majd kiderül egy hónap és 15 nap múlva, hogy mi a helyzet. Bár mondjuk egy hónap, 15 nap múlva szerintem egy hétig, vagy másfélig amúgy jó lesz megint a játék. Mert amúgy minden játék eleje, hogyha visszaemlékeztek, minden játék eleje jó. Utána meg... elkezdődnek a... Már mindig azt mondjuk amúgy, hogy jönnek a frissítések a játékba, és elrontják a játékot. Amúgy lehet, hogy nem a frissítésekkel van probléma most így, ez alapján, amit én mondtam most. Hanem lehet, hogy azzal van probléma, hogy mindig jön egy frissítés, igen, és változtatnak egy picit a játékon, hogy szerintük ugye jobb legyen, de az alapján, a frissítések alapján az emberek kipróbálnak, csinálnak olyan taktikákat, amik a metataktikák, és amiatt nem lesz élvezetes egyes embereknek a játék, mert mindenki úgy játszik, hogy ezzel a taktikával, azzal a taktikával, ezzel a beadással, ezzel a szögret formációval, vagy dologgal. De nézzük amúgy, hogy van-e itt valami érdekes dolog, amit eddig nem láttunk volna, bár még itt se fogunk végigolvasni mindent, srácok, ha esetleg... végig szeretnétek ezt nézni, akkor mit tudom én, YouTube-on, hogyha felkerül ez a VOD, akkor állítgassátok meg a videót, vagy ugye az EA oldalán felmentek, és itt, hogyha a feature-ökre rámentek, akkor azt hiszem, hogy itt lesz egy ilyen, hogy Ultimate FC valami. Úgyhogy ja, itt Rushról ír, hogy ugye játék, vagy ugye azt el tudom megint mondani, amit ugye láttunk a videóban is, hogy vagy a barátaiddal tudsz ugye összeállni, vagy ugye 3 különböző emberrel, aki online ember, és egy AI kapus van. És ugye ebből a rewardokat tudtok szerezni, ugye a Rush pontotokból majd. Ugye itt is a IQ, az ugyanúgy a beállítások, ugye a játékbeállítások, menedzser itemeknek van külön ilyen alapbeállítása. Ja, hogy most ez, ja, hogy ez most egy ilyen összevetés, hogy ezekről lesz szó itt, akkor ezt nem is mondom el nagyon. De mindegy, lesz szó ugye a stadionokról, a match experience-ről, a ilyen kozmetikokról, ugye evolúcióba, stb. Stb. Ugye itt ugyanúgy van, igen, hogy AI kapus, 3 különböző játékos, meg te. Vannak különböző eventek, lesznek különböző eventek, ugye ez ilyen objektívek, meg tudsz különböző játékosokat kell majd használnod, stb. Stb. És ezeket, hogyha megcsinálod, gondolom, hogy több rewardot kapsz, vagy akármit. Squad building. Hát ugye itt nyilván ki kell majd választanod nyilván, hogyha egy csapatba mentek, akkor olyan játékosokat kell gondolom kiválasztanotok, hogy mondjuk legyen egy védő, legyen egy ez, legyen egy az, legyen egy amaz, de nyilván amúgy ez arra fog menni szerintem, hogyha valakinek egy objektívja van, vagy valamilyen, amúgy ebben a játékmódban hamarabb meg fogod tudni csinálni azokat a objektíveket, meg evolúciókat, meg ilyeneket, mert ugye a Rush az 7 perc. Még egy Squad Battles, vagy egy Rivals match, az meg 2x 6 perc például. Jó, most a Squad Battles az rövidebb, de az online match. Úgyhogy ez rövidebb lesz sokkal ez a cucc, az a Rush. Ja, itt van a pontok, a Rush pontokból ugye tudsz majd szerezni rewardokat, de itt írja weekly. Weekly objectives és rewardok, úgyhogy ez kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog működni. De különböző dolgokért ugye kapsz egyre több pontot például. Hogyha megcsinálsz dolgokat, megcsinálsz ilyen hasonló valamiket, akkor több pontot kaptok, meg így. Ugyanúgy működik ez gondolom, mint a Squad Battles. Ha Squad Battles-be is rúgsz ugye 5 gólt, akkor ha többet rúgsz, akkor nem kapsz több pontot. Itt is ugyanúgy lesznek ilyen különböző dolgokért pontok. Rushban is ugye objektívek lesznek minden héten, elméletileg Rush eventek, rewardok, stb. Rush point objektív. És akkor kapsz valamit a végén. Hát gondolom az ugyanúgy ilyen. Ez weekly, várjál! Van ilyen weekly Rush objektív. Az Ultimate Team objektív. Az kíváncsi leszek, hogy ez így minden héten akkor frissülni fog ez is, és akkor így egyre többet játszasz itt is, egyre jobb rewardok lesznek, meg ilyenek. Érdekes. Érdekes. Teach! Welcome in the stream. We just checked out the new EAFC 25 Ultimate Team trailer and a deep dive at the moment. After that I'm going to my second account and doing some packs and picks and everything, and after 6 PM content we are going on the main and doing the same thing. I hope you're doing well and welcome in the stream. Tifókat? Hát valószínűleg, hogy itt a játék elején amúgy ilyen season progressben, meg ilyenekben se számítsunk nagy dolgokra, mert nyilván a játék eleje van. És amúgy oda is visszatérve az embereknek néha ugye az a problémájuk, hogy hamar van jó csapatuk az embereknek. Úgyhogy ezért mondom, hogy körülbelül semmi se jó az embereknek lassan. Other than career mode with the Rush thing, I mean, You like career mode more, we like Ultimate Team more. I think in every game mode it... There is some new things, I think that's good. Because the Rush is in Ultimate Team is good, or in clubs, because you can play with your friends, you can do objectives and evolutions together. Yeah, personal preference, yeah. Tot ide gyűjtesz? Gratulálok. Gratulálok. Ugye a menedzsereknek ugye van külön beállítása, én megint írja. A player rólokat is ugye megnéztük úgy nagyjából a előzetesbe. Ugye itt van minden positionre a roll, ami elérhető lesz. Ezeken most mi nem fogunk átmenni mindenen, de itt látjátok az összes ilyen rollt, ami van. Roll family, oké, base roll, roll plus. Ezt én így nem tudom jelenleg, hogy ez mi ez jelenleg. Majd ugye nyilván, ha játszunk a játékkal, ezt majd meg fogjuk érezni, hogy mit fog akkor számítani valakinek, hogyha alap cucca van, roll plusz-plusza, vagy ugye valaki esetleg out of position, ugye nem a pozíciójára rakjátok bele. Úgyhogy meglátjuk. Okay. Formations and position changes. Itt írja ugye a játék is, amit ugye nem akartak sokan elhinni, de nem lesz CF pozíciója se, ugye a játékban nem lesz CF pozíció, meg left wingback, meg right wingback sem. Nem lesz egyáltalán. Oh. Ez... Akkor 4-3-2-1-et nem távolították el. Csak ugye átváltoztatták ezeket a formációkat, mert ugye a CF pozíció miatt. Meg a left wingback, right wingback pozíció miatt. Ugye 4-3-3-5-ös felállás, ahol van egy CF-ed, azt kivették a játékból, mert ugye annak van ugye 4 vagy más különböző változata annak a pozíció, vagy annak a felállásnak. 5-2-2-1 se lesz, ugye a right wingback meg a left wingback miatt, mert van különböző több másik 5-védős felállás. És ugye kivették a 4-4-1-1-et is, mert abba is van egy 4-4 valamilyen másik felállás, ahol nem CF van, hanem CAM. Ugye a CF miatt vették ki ezt a kettőt, a left wingback, right wingback miatt meg ezt az egyet. De viszont átváltoztatták a 3-4-2-1-et, az 5-2-1-2-t, az 5-2-3-at, az 5-3-2-t, mert ugye ezekben a háromban ugye right wingback meg left wingback volt, de most left back meg right back lesz csak. Ennél ugye a 2 CF-et átváltoztatták 2 CAM-ra, és akkor ugye a nagy hír az az volt, hogy nem lesz 4-3-2-1, de lesz. Csak nem CF-ekkel, hanem CAM-okkal a CF-ek helyett. Aha. Oké. De amúgy annyira nem értem, hogy miért kell kivenni a left wingbacket, meg a right wingbacket, meg a CF-et, mert a való életben is van olyan pozíció, de mondjuk nyilván ezeknek a beállításoknak majd ugye lesz egy olyan részük, hogy te a left backedet fel tudod küldeni left wingbacknek, meg ilyeneknek, csak valamiért nem lesznek benne a játékban. Nem tudom annyira. csapatodat megnézem, annyira lehet, hogy már nem úgy nem kéne ezeket a csapatokat nézni itt játék végén, mert hát meg tudsz csinálni mindent, amit szeretnél. Igazából. Szerintem meg tudsz csinálni minden SBC-t, meg ki tudsz mindenkit nyitni. Nagy, szerintem. Ugye új stadionok, meg match experience, ez annyira minket nem érdekel, de amúgy lesznek ilyen új adatok majd a pályán, ugye amikor kimegy a labda, meg ilyen dolgok vannak. Ugye ezt is láttuk, hogy a evolúciót meg tudod változtatni, több dolgot is rajta, hátteret, stb. Stb. What can I customize? Igen. Hogy tudsz unlockolni cosmetic upgrade-eket? Nem mondod, hogy coinból és FC pontból is tudsz venni magadnak kártya dizájnt, meg hangot, meg ilyeneket. Meg nyilván amúgy objektívekben is lesznek, meg rewardokban is, meg ilyen dolgokban. Teach, why are you speaking in Hungary? Szóval, ja. Igen. Oké, ugye van duplicate storage-unk is, amit SBC-ből is el tudsz érni. Ugye változik ez a weekly reward, meg pontrendszer is, checkpointok, relegation-ök is megváltoztatnak, vagy megváltoznak, mert visszafele is tudsz esni. Ez micsoda? Ne, chat. Amúgy annyira sok értelme ennek nincsen szerintem. Annyira ennek olyan sok értelme nincs. Mert ugye ahol végzel EAFC 24-be, így fogsz kezdeni EAFC 25-be. Úgyhogy... hát most annak, hogy Div 2, 1 meg Elite 7-be kezd, a többiek meg 8-ba, 9-be, 10-be, szerintem az olyan sokat nem számít. Úgyhogy kezdhetnem ugyanúgy mindenki Div 10-be, mint idáig. Sok értelmét én is látom, igen, Rajmi. Sok értelme... nincs. Úgyhogy ja, hogyha Elite Divízióban vagy most, ugye mi vissza fogunk esni még egyet szerintem majd ugye augusztus 19-én vagy 20-án, úgyhogy vissza fogunk esni Div 1-be körülbelül, ugyanúgy Div 7-be fogunk kezdeni. Hogyha te most Div 1 vagy, vissza fogsz esni 20-án Div 2-be, ugyanúgy ott fogsz kezdeni. Ennek olyan sok értelmét nem látom, igen. De ugye, ja, itt is írja, átmegy ugye EAFC 25-ben. Friendly. Igen, nincsenek kontraktok se. Hát nagyjából ennyi is, rácok. Olyan, nyilván vannak újdonságok, meg tudtunk meg valószínűleg, hogy olyan dolgokat. Ezért nem jók a leakerek még mindig amúgy. Mert ezeket ugye nagyjából tudtuk az összeset. Majdnem az összeset, idáig is. A leakerek miatt ugyebár. De amúgy az az animáció az érdekes lesz. Arra kíváncsi vagyok, hogy az a pack animáció hogy fog működni. Ja. Hát igazából mások is szerintem itt ugyanazt. Ne, ez hol látta a FIFA Románia? Ugye a Inter meg a AC Milan, vagy nem lesz benne ugye a játékban. Az mi? Az mi? Az micsoda? Ugyanaz a csapata jó lenne. Mi lenne abba jó? Mi lenne abba jó? Hát nagyjából ennyi szerintem. Most próbálnám itt nézegetni, hogy valaki mond-e valamit, amit eddig nem tudtunk, vagy nem tudunk. De igen, a 4-3-2-1 se lesz kivéve a játékból, csak át lesz változtatva. Ugye a CF pozíció miatt. Hát jó, ugyanúgy a menedzsereket, a... Ó! Vicario. Playstyle plusz-a? Kapus Playstyle plusz? Kapus Playstyle plusz? Hát nagyjából ennyi, srácok. Szerintem megyünk a